Üdvözletem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jön egy újabb rész a célokról, a határok átlépéséről. Most itt már 12 keystreakre megyünk, ugye Hilo Pine-ről, ugye üdvözlöm a régieket, akik tudják, hogy miről van szó ebben a sorozatban, hogy hogyan lépjük át saját határainkat. Az újaknak javaslom, nézzék meg az előző részeket, lent a leírásban találnak linkeket rájuk, ahol tényleg sok mindenről beszéltünk már, ugye a kihívásról, célról, önmagunkról, hogy gyakorlatilag álljunk félre a saját utunkból, és legyen saját stílusunk, és hogy az úton, a tanulásban néha elbukunk, és azért szükséges, hogy csak jobbak legyünk. És most elhoztam hozzátok a következő részt, ahol az újabb út arra, hogyha már mindezt megcsináltuk, amiről beszéltünk az első részekben, és akinek bevált ez a módszer és ez a technika, akkor ime az újabb dolog, amiben átlépheted talán a magasabb határt. És akkor most itt játékról lévél szó, akkor legyen most ez a Hilo Pilot, mert a következő már a Loki lesz, ahol levizsgázunk, gyerekek. És ott már jön a vizsga, ott már másra lesz, az majd olyan meglepi. Na, szóval miről is szeretnék én itt most beszélni, hogy átlépd az újabb szintet és az újabb határt. És az egyik leglényegesebb mondani való az, hogy ne rohanj fejjel a falnak, másképpen szólva ne légy hülye. Szóval, mit láthatunk ebben a játékban? Egy kicsit kitérek a játékban. Ebben a játékban láthatunk egy pályát, aki ghostozik, az tudja, hogy ez a pálya kétféle játék stílust is megenged magának. Az egyik a taktikus átgondolt lépés, a következő pedig a rásolós, és hogy úgy mondjam, sarkok mögötti lerohanós, és tehát van egy ilyen része a pályának, viszont van egy nyíltabb terep is, ahol taktikusabban lehet játszani. Szóval kinek hogy fekszik ez a pálya, és hogy játsz, az a saját döntése. Én ezen a pályán szeretek egy kicsit megfontoltabb lenni. Szóval az első lépés a ne rohanjunk fejjel a falnak a dolgokban, hogy mérd föl a terepet, nézd meg azt, hogy mit nyújt neked ez a terep, milyen lehetőségeid vannak, és most ugye megint célzottan beszélek, szóval mielőtt belevágsz valamibe, ismerd meg azt, hogy mit tartalmaz az a dolog, hogy kezdj el rajta kiigazodni, ismerd meg azt, ahol fogsz játszani, és hogy már indulj egy előnnyel. Ehhez már azért, mostanra, hogy már követtétek a videómat, most már rájöttetek ezekre a dolgokra. Szóval már megismertétek a dolgokat, most csak kihangsúlyozom azt, hogy ismerd meg valójában, ne csak egy oldalról, ismerd meg több oldalról akkor. Hogy tudd, hogy mire számíthatsz ezen az adott téren, azon az adott pályán. A következő lényeges pont, azt hiszem, hogy ami elvezet előbb-utóbb arra, hogy think outside the box, vagyis hogy kívül gondolkodj a dobozon, ami elvezet ehhez, az pedig az eszköz használata. Szóval felismerted a teret, megvan a pálya, tudod, hogy mire számíthatsz rajta, már ismered, már tudod. A következő pedig milyen eszközt választasz. És hogyha már kiválasztottad egy eszközt, mint jelen esetben én ezt a Light Machine Gun-t, akkor ne akarjál vele rásolni. Például én úgy voltam, akkor nem fogok vele rásolni, hogy most itt van egy Light Machine Gun a kezemben, és akkor most nekiülök rásolni, mint az őrült, mikor tudom, hogy lelassítja a mozgást, lassúbb a töltés, még hogyha Fast Hand-et is használok, akkor is lassúbb a State of Hand-et, mindegy, akkor is lassúbb a töltés, és gyakorlatilag azt akarom ezzel mondani, hogy ha van egy eszköz a kezedbe, azt használd rendeltetésszerűen arra, amire való. És azt kell mondjam, hogy hál' Istennek a Call of Duty Ghost nem egy Black Ops 2, ahol a submachine gunok uralkodnak az egész játékban, hanem az adott fegyverekkel megválogathatod a stílust, hogy hogyan játszol. És ez az, ami nagyszerű ebben a játékban, hogy úgy mondjam, és ez az, ami nagyszerű az életben, hogy megválogathatod a stílust, amivel játszol. Szóval, hogyha már eljutottál addig, hogy ismered a dolgokat, akkor már válogathatsz. Ha már kinézed az eszközt, kézbe veszed, és azt az eszközt kitökéletesíted, és úgy játszol, hogy az eszköz megkívánja.
Mihez fog ez előbb-utóbb vezetni? Semmi máshoz, kedves néző, hallgató, csak arra, hogy kívül kezdj el gondolkodni a dobozon. Mert azért annyira meg fogod előbb-utóbb ismerni azt az adott eszközt, és javaslom, hogy használj többféle eszközt, hogy megismerd mindent. És hogy juss el arra tapasztalati szintre, hogy mindegyikkel tudsz egy szintet hozni, és akkor előbb-utóbb eljön az a szint, amikor már az adott eszközt, amit már használsz, amit már ismersz, olyan szinted el tudod kezdeni, és olyan csűrni, csavarni, tehát olyan mélységeibe mész bele annak az adott eszköznek a lehetőségeibe, hogy ahogy más nem tud. Szóval a tudáshoz vezető következő lépés az, hogy mielőtt belevágsz valamibe, ne rohanj fejjel a falnak, ismerd meg, tudd meg, hogy mi az, tudd meg, hogy ki az, mielőtt valakinek mondasz valamit, vagy valami célt el akarsz élni, akkor mérd fel a terepet előtte, és ismerd meg azt az adott dolgot. Továbbá, hogyha már úgy érzed, hogy valamennyire megismerted, és tudod, hogy mit, hogy, akkor választ ki a megfelelő eszközöket a cél eléréséhez. Választhatsz igazából random eszközt is, ha meg akarod nehezíteni a saját dolgodat, de minden terephez van egy saját eszköz, amivel legtökéletesebben el lehet érni a célt. Azt hiszem. Tehát én így gondolkodom, én így látom, én ezt próbálom megtalálni, mindig a megfelelő, a legtökéletesebb eszközt ahhoz, hogy elérjem a célomat. És végigmegyek mindenen ahhoz, hogy megnézem, hogy mi az. Mi az a terep, ami a célomhoz vezethet, mi az az eszköz, ami a célomhoz vezethet, és belekóstolok mindenben, és addig-addig megyek, amíg megtalálom azt a célt, hogy elérjem a... Tehát megtalálom azt az utat, hogy elérjem a célomat, és megtalálom a megfelelő eszközt, hogy elérjem a célomat. Szerintem páran láttátok például a Point Blank Challenge-ös videómat. Végigmentem egy pár játékon, hogy lássam, hogy melyik az a játék, ami megfelelően megteremti a helyzetet arra, hogy Point Blank Challenge-et csinálja. És erről szól, ez benne a szépség. És amikor már annyi mindenen túl vagy, akkor fogod elérni azt a szintet, ami segít ahhoz, hogy kívül gondolkodj ezen a dobozon, másképp szemléld az életed, mert már olyan szintű tapasztalatod van, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a pályákat, ezeket a tereket keverni tudod, a tapasztalatot, amit hozol innen és onnan, azt össze tudod gyúrni egy olyan komplex tudásanyaggá, amivel más nem fog rendelkezni. Csak te, és az csak a tied, és az még jobban ellazít, még jobban felszabadít, és akkor jön el az a szint, amikor gyakorlatilag úgy tudod az egészet, mint egy verset, kívülről nem fog tudni meglepetést okozni a dolog, amikor úgy mész a pályán, hogy igen, tudom, hogy mögöttem van, jó, ez balról fog jönni, most oda nézek, úgyis onnan fog jönni, és ezt fogod elérni akkor már. Nos, azt hiszem ennyi lett volna nagyjából ez a videó, a következő részben egy vizsgaféleségje, Lokiért fogunk menni, remélem, hogy tudtam segíteni, és úgy tiszta volt, hogy mit akarok mondani. Ne felejtsétek el, hogy tényleg, hogy tanuljátok meg a terepet, mielőtt belevágtok, ismerjétek meg mi az, ki az, hogyan, hány, merre, meddig. Válasszátok ki a megfelelő eszközt, ahhoz, hogy megfelelő eszközt kiválaszt, ahhoz meg kell ismerned az eszközöket. És amikor már megismerted az eszközöket, akkor az segít egy olyan úton módon látni a dolgokat, ahogy más nem fogja, továbbá a tökéletesíteni az eszköz használatot. Szóval köszönöm a figyelmet, ez is egy olyan, hogy is mondjam, átgondoltabb rész volt, mert itt már én azt hiszem, hogy sokan nagyon jól játszotok és eléritek a célotokat. Ez egy újabb mondani való tanács abban, hogy ha elakadtok, hogyan lépjetek túl egy újabb célon. Köszönöm egy újabb határomat, köszönöm a figyelmet, következő videói, sziasztok!